Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak, és most a negyedik osztályosokhoz szólunk, környezetismeret eh, keretében tanulnak ők ugye a természet mindenféle rejtelmeiről, és mi most egy picit, hát ha nem is szorosan a, a tananyaghoz kötődően, hanem inkább egy picit eh, érdekességet, eh, érdekességet eh, szeretnék mutatni, azzal szeretnénk foglalkozni, benneteket biztatunk arra, hogy szülőket, jelenlévő felnőtteket bevonva, közösen kísérletezzünk együtt. Próbáljátok ki ezt a kísérletet, amit most én mutatni készülök, és ez alapján ugyanúgy próbáljátok meg ti is felépíteni magatokban azt a képet, ami bennünk él a természetről. Um, korábbi, már, már foglalkoztunk korábbi műsorokban a hang, hanggal. A hanggal kapcsolatosan vannak már filmjeink. Most azzal fogunk foglalkozni, amire a kollégáim már más videókban utalgattak, hogy... Um, a hang, a hangot úgy lehetne elképzelni, mint egyfajta hullámot. Valamiféle rezgés hozza létre, például ráütök az asztallapra, vagy éppen tapsolok egyet, ez valamilyen rezgési állapotot jelent, és ez a rezgés, ez valahogy ilyen, ilyen harmonika-szerűen tovább terjed a levegőben, egy madzakban, az asztallapjában, számos különböző dologban ajánlom mindenkinek figyelnéve további videóinkat a témában. Most ezt nagyon egyértelműen, és egy picit azért már, hiszen te negyedikesek vagytok ilyen nagyobbakhoz méltó módon szeretném megmutatni. Ezért ehhez a kísérlethez, most egy kicsit nem annyira szokványos, egyszerű eszközöket fogunk használni, mint a korábbi kísérleteinkben, amikor mondjuk gémkapocsal, vízzel, ilyesmivel kísérleteztünk. Itt azért már lehet látni, hogy szükségünk lesz egy ilyen számítógépre. Teljesen mindegy egyébként, hogy milyen számítógép. Valószínűleg egy mobiltelefon is megteszi. Szükségünk van erre a kettő darab hangszóróra. Az fontos, hogy ez egy, pár, egy darab olyan hangszóró legyen, ami két páros hangszóró, jó, tehát ez, ez, ez fontos, illetve szükségünk van mérőszalagra. Ha valakinek esetleg nincs ilyenfajta klasszikus ö, irodai asztali hangszórója, mint amilyen ez, hogy két páros hangszóró, akkor működhet a kísérlet kettő darab mobiltelefon felhasználásával is. Olyankor nem egy számítógépen kell majd lejátszanunk egy hangot, hanem mind a két mobiltelefonon ugyanazt a hangot kell majd lejátszani, egymással szembefordítva. Na nézzük akkor, hogy mi is a kísérletünk. Az a kísérletünknek a lényege, hogy én azt állítom, hogy ha valami rezgést keltünk, mondjuk tapsolok, rájutok az asztalra, vagy bármi, akkor, ahogy arról már máskor is beszéltünk, valamiféle hullám keletkezik, egyfajta sűrűsödésből és ritkulásból álló hullám keletkezik. És ennek a hullámnak egy jól meghatározható hossza van, hogy milyen messze van egymástól két azonos. Pontja. Úgy képzeljük ezt el, mint amikor egy, akár egy kötelet megrángatunk a kezünkkel, vagy a felszínre egy követ dobunk, akkor két hullám hegy között, ugye, hogy fölmegy a víz a magasra, lejön, megint fölmegy, tehát két ilyen hullám hegy közötti távolságot nevezzük a hullám hosszának. Hasonlóképpen képzeljük el a hangot is, csak itt úgy képzeljük el, hogy a levegőben van olyan rész, ahol nagyon össze van nyomódva a levegő, van, ahol nagyon kivantágulva, és megint van, hogy megint össze van nyomódva, Két nagyon összenyomodott pont távolsága az a hullámhoz. Ha megfelelően állítjuk elő ezt a hangot, akkor ez megvizsgálható kísérlettel. Itt most ebből a két hangszóróból mindkettőből ugyanaz a hang fog ö, kijönni. És ezeket úgy helyeztük el egymással szemben, hogy pontosan az ő távolságuk a keletkezett hangnak a hullámának a duplájára vannak egymástól. De fontos, ezért kellett a mérőszalag. Nagyon fontos, hogy amikor ezt a kísérletet csináljátok, akkor a két hangszórót pontosan 78 cm távolságra helyezzétek el. Ezért kellett a mérőszalag. Pontosan 78 cm. Azt mi már itt helyettetek kiszámoltuk, hogy ehhez a 78 cm olyan hangot kell létrehoznunk, amiben másodpercenként 880-szor rezdül meg ez a hangszóró. Hogy lehet ezt elérni? Hát úgy, hogy egyszerűen csak a számítógépünkben behozunk egy böngészőt, és egyszerűen a Google keresésnél beírjuk, hogy, amit ide írtam, hogy online tone generator, online tone generator. Ezt beírjuk. Ezzel létre lehet hozni tetszőleges hangot a számítógépen, mindenféle letöltések nélkül. Itt mi ezt az elsőt választottuk, teljesen mindegy, bármelyik jó lesz. Ha erre én most rákattintok, akkor kapok egy olyan felületet, ahol én létre tudok hozni tetszőleges hangot. Az a 440, ami most a hátam mögött látszik, az az, úgymond, az egyvonalas A hangnak, a, hangnak felel meg. Csináljunk belőle kétszer annyit, legyen 880. Hertz, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 880-szor rezdül meg majd a hangszórunk. Hát nézzük meg, hogy ez hogy szól nekünk ez a 880 Hz. Tessék figyelni. Bocsánat. Picit hangosítunk rajta. Így, né? Egy pici, pici ügyeskedés kellett, hogy a számítógép ténylegesen azt a, azon a ponton adja le a hangot, ahol, ahol nekünk kell, hogy ne a beépített hangszóróján keresztül játsza le. Jó. És most akkor hallhatóan szól itt ez a másodpercenként 880-szor rezdülő hang. Na de! Az a helyzet, hogy ez nem egy túl kellemes hang, viszont én azt állítom, hogy mivel ez a két hangszóró pont olyan messze van egymástól, mint, a, mint egy hullámnak a kétszerese, ezért van ezen a között a két hangszóró között két olyan pont, ahol ez a két hullám egymással pont úgy találkozik, hogy egymás hatását kioltják. Hogy kell ezt elképzelni? Egy levegő részecske, addig kicsit leállítom. Egy levegő részecskét az egyik hang meglök az egyik irányba ekkor meglezdül, majd ő vissza akar jönni. Megrezdül vissza, ez az egy, egyik hangnak a, 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 másik. Jön szembe a másik, és ugyanazt az egy részecskét. Az egyik hang pont az egyik irányba akarná lökni, a másik hang meg a másik irányba, ugyanakkor erővel ráadásul, akkor az a szegény részecske nem tudja eldönteni, hogy most kinek engedjen, ezért nem mozdul sehova. Márpedig megbeszéltük, hogy a hang az a részecskéknek a rezgése, vagyis ha az egy darab részecske nem mozdul sem erre, akkor ott azon a ponton gyakorlatilag csönd van. Na hát ez persze nem azt jelenti, hogy a hang tovább nem terjed, hanem van két olyan pont e között a két hangszóró között, ahol csönd van. Legalábbis sokkal halkabb a hang, mint egyébként. Hát hogyan lehet ezt megállapítani? Egyszerűen csak a fülünket oda tesszük, és meghallgatjuk, nézzük is meg, és közben figyelünk arra, hogy figyelünk arra, hogy ez vajon a mikrofonban is hallatszik-e. Innen elkezdtem hallgatni, volt egy olyan rész, ahol elhalkul, itt hangos, elhalkul, és itt is elhalkul, és újra erősödik. Kérem szépen, két olyan hely van hangszóró két oldalán. Nem középen a leghalkabb egyébként, ez az érdekes, hanem egy kicsit két oldalt, és ez a két pont az, ahol gyakorlatilag a hang kioltja egymást. És ez csak akkor lehetséges ez a kioltás, hogyha a hangot tényleg ilyen hullámként tekintjük, mint ahogy arra ugye más videóinkban még fogunk is, meg már a korábbiakban is utaltunk, hogy ez tényleg egy ilyen hullám formájában terjed, és hogyha egyik a másikkal szembe jön, akkor lehetnek olyan pontok, ahol pontosan kioltják egymás hatását. Próbálja ki mindenki otthon, szülői felügyelettel.